több súlyos bűncselekménnyel is meggyanúsíthatják a felelősöket a fővárosi számlagyár botrányban, erről ír a Magyar Nemzet. A lap hozzáteszi, a túlárazott Lánchíd felújításhoz kapcsolódó a fővárosi baloldalig érő számlagyár ügyében jelenleg vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoz a hatóság, de elképzelhető, hogy az érintetteknek milliárdos sikkasztás és hűtlen kezelés miatt is felelniük kell. Súlyos bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd felújításával összefüggésben. Ez derült ki a folyamatban lévő büntetőeljárás nyilvánosságra került részletei alapján. Az ügyről most a Magyar Nemzet ír. A lap emlékeztet, a túlárazott beruházásokhoz kapcsolódó számlagyár ügyében jelenleg vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoz a hatóság. De elképzelhető, hogy az érintetteknek milliárdos sikkasztás és hűtlen kezelés miatt is felelniük kell. A fővárosi számlagyár ügye azután robbant ki, hogy tavaly novemberben a NAV nyomozói fogták el Víg Mórt, az ügy egyik kulcsfiguráját. Akkor az is kiderült, hogy az adóhatóság az A-híd ZRT-nél is tartott házkutatást. A hatósági intézkedésekből már sejteni lehetett, hogy az ügy a fővárosig érhet, erről is a Magyar Nemzet számolt be. A portál úgy fogalmaz, a szálak összeérnek, ezt bizonyítja a kormányzati ellenőrzési hivatal részjelentése is. A hivatal ugyanis megállapította, a Lánchíd felújítása során 1,5 milliárd forint a BKK-tól az A-híd ZRT-hez, az A-híd ZRT-től Víg Mór cégéhez, a Sunstrike Kft-hez, a Sunstrike Kft-től két ügyvéd letéti számlájára, onnan pedig készpénzben ismeretlen helyre vándorolt. Ez a pénz nincs nálunk. A pénz nincs a fővárosnál, náluk ne is keressék, mert nem fogják megtalálni. Így reagált az ügyre a Partizánban Karácsony Gergely. A rendőrségi nyomozáshoz hogy viszonyulsz? Sehogy nem viszonyulnak. A főpolgármester szerint a számlagyár botrány nem a fővárost érinti, hanem egy céget, aminek ő a nevét nem tudta megjegyezni. Annál sokkal többet. Csak hogy az összefonódásról szerdán Tüttő Kata főpolgármester helyettes el is szólhatta magát, amikor a KEHI jelentése alapján ő maga hozta fel Víg Mór nevét. A maga barátja Víg Mór, annyit beszél róla. Az enyém. Fölvett pénzt, 3 nappal azután, hogy Sanda Tamás azt mondta, hogy ki fogja záratni a Strabagot. Hoppácska, és az bocsássa meg, ön azt mondta, hogy Víg Mór felvett pénzt. Hát, hogy nem akkor tudom, ön tudja, hogy felvett hát pénzt Víg Mór. Én a KEHI jelentésből tájékozódom, amiből na, ezt ugye nem mondja. Egész eddig a KEHI jelentés önök számára nem volt fontos. Nem, szóval akkor ezek szerint Víg Mór vett fel pénzt, hát akkor ön tudom, tudja. A KEHI jelentés alapján valaki polgármester helyettesen, ön most elszólta magát, akkor Víg Mór vett fel pénzt. Miközben Tüttő Kata azt mondta, a KEHI jelentésből tudja, hogy Víg Mór pénzt vett fel, a jelentésben az ex-ügyvéd neve egyszer sem szerepel. A készpénzben több mint 1,5 milliárd forintot felvevő személyeket ugyanis csak ügyvéd 1 és ügyvéd 2 néven említi a hivatal. A kormánypártok mellett a Jobbik, Konzervatívok és az LMP is a botrány kivizsgálását követeli. A Fidesz pedig Gyurcsány Ferenctől is választ vár, mert szerintük a valódi döntéseket nem Karácsony Gergely hozza a fővárosban, hanem a DK elnöke. A főpolgármester ugyanis a Gyurcsány házaspárral ápol bizalmi kapcsolatot. Ez látható volt akkor is, amikor a kampányindítón átölelték egymást Dobrev Klárával. Politikailag te kívánatosnak tartanád Dobrev Klára miniszterelnök jelöltségét? Én ma úgy tartom a legalkalmasabbnak erre a feladatra. Karácsony Gergely ráadásul a Partizán adásában is kiállt Gyurcsány Ferenc felesége mellett. Karácsony a Partizánban újra esküdtett Gyurcsányék mellett, így reagált közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje úgy fogalmazott, ehhez nincs mit hozzáfűzni.